95 gyertya bajosan férne el egy nagy méretű tortán is. Etelka néni tortájára tejszínhabbal fújták ki a 95-ös számot. Karcagváros nevében nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánjak 95. születésnapja alkalmából. Jó egészséget és ilyen szép családi körben eltöltött hosszú-hosszú éveket még, hogyha lehetséges. Jó egészséget és minden jót kívánunk a város lakossága nevében. Nagyon boldog születésnapot kívánok! Köszönjük szépen! És tessék fogadni szeretettel egyrészt az önkormányzat oklevelét, másrészt pedig miniszterelnök úr Orbán Viktor üdvözletét. Mit szeretnék? Orbán Viktor, miniszterelnök és az önkormányzat üdvözlet. És tessék fogadni szeretettel. Kedves Etelka néni, szeretettel köszöntöm 95. születésnapi alkalmából. Isten éltesse sokáig. Fogadja sok szeretettel. Köszönjük szépen. Az otthonunkba 2015. május 14-én érkezett, megromlott egészségi állapota miatt. De ő napról napra erősödött, és teljesen felépült. Köszönhető ez az ő kitartó akarat erejének. Nem hagyja el magát, mindig talál magának elfoglaltságot. Szeret olvasni, rejtvényt fejteni és képeket színezni. Rendszeres résztvevője a reggeli tornáknak, és részt vesz a napi csoportos foglalkoztatásokon is. Hozzátartozói szerint Etelka néni hallása már nem olyan éles, mint volt 20 esztendős korában. De ezt leszámítva nagyon sok 95 éves cserélne vele,